Benji uram, ez mekkora. Egy jó első ugrás, Istenem. Na, jön-e az érzés? Én emlékszem, amikor sétáltam a gép felé, én mindenhol akartam lenni, csak ott nem. Annak idején. Picit beszélünk a szélről, mert kicsit fordult a szél, ezt illik észrevenni. Egy kis trükköt mondok neked. Tartod még, fönn van, fej, vál, és satú! És egy klasszikus gatyafékes landolással! Lent van ám! Mindig fölállunk, mert azt hiszik, hogy megsérültünk, fasza, légy szíves, kapcsolt ki a rádiót a mellhevedre, gratulálok! Szép is volt, uram! Gratulálok! Hát így megy ez! Nem volt egy olyan ördöngösség, ugye? Minden úgy volt, hogy megbeszéltük. Jól is nyomtad! Nem szarok be, mehet a második, ugye? Hát persze, hogy mehet. Yeah.
Tartsd még fönn bátran, fönn van fej, vál, és satú, húzd meg, húzd, bokáig, barát! A válladig húzod, viszintesen van a kezed. Ha leúsztad volna a bokáig, megállsz, mint Mary Poppins. Egyébként szép volt. Kapcsold ki a rádiót, légy szíves. Tedd vissza a fékeket a helyére, és úgy szedd össze az ernyőt.
Szóval, mester, eljött a pillanat, mi a feladat? Szaltóval fogom elhagyni a repülőgépet. Na ez a hányjal? Kettővel. Oké. Okay. De aztán már három lesz. Utána csinálunk hátsó szaltót. Utána. Olsó, vagy itt a lágos király. Igen. Utána. Na, határoz, ennyi idő nem lesz. Jó. Utána. Jobbra. Megtekerem. Igen. És ha belefér, akkor még csinálok a csúsztatást is. Ja. Így legyen. Beugrás. Bemegyünk hátra az alakzat mögé. Many recipes as we